18 évvel ezelőtt két furcsa lány született. Eileen és Mia Johnson ékrek. Eileen tüzes képességekkel és igazi tüzes természettel rendelkezik. Már reggel van. Csendet, csúnya gép. Már ébren vagyok. Így már jobb. Oké, itt az ideje, hogy új napot kezdjünk. És mi lehet élénkítőbb, mint egy forró rocksláger? Csodálatos! És most egy kis testmozgás. De a húga Mia a hideg erejével és jeges temperamentummal volt megáldva. Nem reggel! Jó lenne még egy kicsit aludni. Jól van, ideje felkelni. Furcsa. Miért lett hirtelen ilyen csend a szobában? Eileen, mi történt veled? Ébredj, húgi! Nem értem. Igen. Lefagyasztottam az ébresztő órát, és megállt az idő. Gyerünk, melegedj! Ez is megteszi. Eileen! Mia, mi volt ez? Furcsán érzem magam. Mi történt? Semmi. Nem láttam semmit. Menjünk, készüljünk a suliba. Egy nap majd együtt leszünk, tökéletesen összeillünk. Ő olyan hideg, olyan hűvös. Nem úgy, mint ez a csillogó. Az én tüzes réjem jobb. Nem a jeges jobb. Ez nem igaz. Harcolni akarsz, ugye? Gyerünk, nem tudsz legyőzni. Nagyszerű figyelemelterelés. Egyébként előbb kimegyek a mosdóba. Mi van? Én megyek előbb. Köszi, hogy kinyitottad az ajtót. Nem, ez nem fair. Micsoda dög. Nos, Mr. Kiskacsa, várunk. Már jó rég bement. A fürdőszoba a tiéd. Végre! Jaj, ez forró! Egyszer még megolvasztod a kilincset. Legközelebb előre lefagyasztom az ajtót. Nos, barátom, itt az ideje egy pihentető fürdőnek. Jó úszást! Milyen a víz? Jaj, ne! Túl forró! Mia! Elfelejtettem lehűteni a fürdőszobát. Hugi! Jaj, ne ezt, ne! Mia! Siessünk, ennek működnie kell. Remélem, még nem késő. Itt az idő. Mia, jól vagy? Azt hiszem, igen. Annyira megijedtem. Azt hittem, örökre elolvadtál. Ne hagyj többé a forró vizet a kádban. Éhen halok. Együnk egy nagy reggelit. Megcsinálom a kedvenc szendvicsemet. Hogy tudom ezt megenni? Nagyon jó ízű, ez nagyon finom. Fúj, nem hiszem, hogy ez jó. Én jeges kávéval kezdem a reggelt. Ez nagyon finom. És nagyon hideg. Mia ihatja a jeget. Nekem meg itt vannak a gyönyörű chili paprikáim. Nekem egy nem lesz elég. A világ legfinomabb szendvicséhez minél több chili paprikát kell használni. Pont így. Már valami még hiányzik. Mindjárt jövök. Ne nyúlj a szendvicsemhez. Nem akartam. Jó reggelt, lányom. Látom, a lányaim gondoskodtak az apjukról, és reggelit készítettek. Szép munka. Nyam, nyam, nyam. Ne, apa, ne! Hát, úgy nagyjából, mintha tüzet nyeltem volna. Te jó ég. Hoztam még ketchupot. Apa, mi a fussunk? Áj! Takarítsuk ki a lakást. Igen, az majd felvidítja apát. Siess, hozd a porszívót. Remélem, működik. Apa, történt valami? Mit gondolsz? Egyébként miért nem vagytok még az iskolában? Nem mehetünk. Odakint hóvihar van. Látod, az utat hóborítja. Nem lehet se gyalogolni, se kocsikázni. Igen, igen. Hóvihar, mi? Minden tiszta. Értelek titeket, drágáim. De mi a? Látom a tükörben, hogy varázsolsz. Ez nem én vagyok. Olyan jó volt a terv. Hogy is felejtettük el a tükröt? Hagyjátok abba a trükköket! James apuka túl jól ismeri rendkívüli lányait. A suli vár, itt az ideje, hogy bemenjetek az órára. Rendben. És ne felejtsétek el felvenni a fülvédőt, ugye nem akartok megfázni. Sajnálom, Eileen. Azt hittem, apa nem jön rá, és otthon maradunk. De ne aggódj, hoztam egy esernyőt, az majd segít. Jaj, ne, nem segített.
Miért nem állítottad le a hóvihart? Megállítani nehezebb, mint létrehozni. Miért nem tetted melegebbé az időt? Nem akartam elrontani a varázslatot. És én... Oké, mindketten elbuktunk. Ott van Ray. A legjobb srác a suliban. Hé, mit képzel, mit csinál? Minden különbözőségük ellenére Miában és Aileenben sokkal több közös van, mint a külsejük. Mindketten ugyanabban a srácba szerelmesek. Hé, az ujjam! Semmi baj, nem adom fel ilyen könnyen. A jeges szépségem el fogja nyerni a szívét. Hé, Mia, elképesztően nézel ki. Mi? Én is meg tudom csinálni, még jobban is. Úgy néz ki, hogy ez egy igazi csata lesz a jég és a tűz között. Ki nyeri el a jóképű Ray figyelmét? A hideg Mia vagy a forró Aileen? Ray és én beszélgettünk. Így igaz, beszélgettetek? Most velem fog. Nem, van még mit megbeszélnünk. Nem kell. Bocs, lányok, mennem kell. Hát, elszaladt. Ez a te hibád. Úgy tűnik, egyelőre mindkét testvér vesztett. Az új filozófia tanár olyan vicces. Mi ez? Most vettem, és már is kifogyott a tinta. Nem, ez nem ér. Lányok, van valakinél egy tartaléktól? Minden előadás olyan, mint egy stand-up. Egy toll? Neki bármit. Jaj, ne, üres! Sajnálom, Ray, nincs tollam. Várj, Mia, van egy ötletem. Micsoda? Fagyott parázsá változtatjuk a tollat. Kész! Tessék, Ray, ezzel írhat. Hoppá, kicsit túl buzgok voltunk. Egy kicsit? Én nem mondanám. De semmi gond. Legalább befejezhetem a munkámat. Csak ennyi maradt a kutató munkámból? Hogy történhetett ez? Csak hát Aileen forró érzéseit Ray iránt nehéz kordában tartani. Lehet, hogy Mia visszafogott, de még a legszerényebb introvertált is felfedezi magában a belső művészt, amikor szerelmes. Ki van ott? Szia, Mia, bejöhetek, nem zavarlak. Ray, hé, persze, gyere be! Várj egy percet, hoztam valamit. Egy maci? Ez nagyon kedves. Nekem hoztad? Mi? Nem, a nővérednek. Ne, ez nem lehet. Aileen, ez a tiéd. Hűha, köszi. Áj, add vissza, ez az én macim. Miért Ray nekem adta? Nekem akarta adni. Nem, nekem, ez az enyém. Nem az enyém, az enyém, az enyém, az enyém. Az enyém. Nem, ez az én macim. Az én Rayem. Ez csak egy álom volt, igazából egy szörnyű rémálom. Jól vagy, kérsz? Nem? Ahogy akarod. Csak egy rémálom volt, de örülök, hogy csak álom volt. Milyen klassz történet, de sajnálom azt a jéghegyet, egy egész hajó neki ment. Igen, nem szeretem a drámákat, de ez a film egész jó. Most nyisd ki a szemed. Ré, repülök. A kedvenc jelenetem. Milyen megható. Nem tudom sírás nélkül nézni. Ez szerelem. Igen. Jaj, ne, a kakaó meleg. Kérsz egy kicsit? Nem. Én olyan érzésekről álmodom, mint az övé. Én is, Hugi. Hé, ez üres. Mindjárt megoldom. Minden mozirajongónak jól jönne az olyan képesség, mint Aileené. Ki mondaná nemet egy kis friss popcornra, miközben a kedvenc filmjét nézni. Hé! Nyami, ez finom! Köszi, Hugi! Szívesen! Azt hiszem, elég lesz. Elég lesz. Ezek az érzelmek meghozták az étvágyamat. Sütnél egy csirkét? Nem gond. Adj egy percet. Jó étvágyat? Nem tudom mindet megenni. Rendben, segítek. Hoppá, miért kapcsolt ki a laptop? Be akarom fejezni a filmet. Meleg lett itt bent és túlmelegedett. Remélem nem sült meg. Megpróbálom lehűteni. Nem akartam, esküszöm. Barátaim, mondjátok meg, milyen filmet nézzünk meg a hugommal ma este?
tetszeni fog nekünk az, amit választunk. Viszlát!